és kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Irénkének ugyanaz a kis híd és eltörészet, liget részlet jelenik meg két különböző oldalon, két különböző gépen. És lehet ez egy kis híd, ahol átmegyünk egy patak fölött, sétálunk az erdőben és megnyugszunk, feltöltődünk és az idegeink is simulnak, de lehet jelképes is a túlsó part. Egy bizonyos életkor után az ember már hogy átnézeket a túlsó partra, hogy átjutok-e és hogyan. És ezek a kedves színek, amelyek lehetnek őszért, rőtek, lehetnek jégkékek. Rénke mondta, hogy az egyik szín elnevezésre szeretett bele, hogy jégkék. És ez a jégkék, ez tisztaságot sugall. Nem rideg, hanem tiszta, nyugtató, kedves és simogató. A technikai megoldásban találunk egy tusvázot is, és érdemes közelről megnézni az ódon lépcsőknek és ágacskáknak, a lomasáknak az összhangja. A képzeletbeli épület, vagy éppen a tengerszeg, ami visszatükröződik, egy-egy utazásnak az emléke. És Irénkének nem katalógus az utazás, és az utazás után itt festészet, vagy itt is jártam, ott is jártam, hanem valamilyen magával hozott, soha el nem múló emlék, amit át tud adni. Mert az is egy különleges tehetség, hogy legjobb nem tudom adni a másik embernek. És ettől lesz szebb a világ. És remélem, hogy a világunkban lesz még szép, és megtaláljuk a szépet, és ezek a képek hozzásegítenek ehhez a szépséghez. Tóth Árpádnak van egy verse, a Jó éjszakát, ahol egy kicsit borulátóan a költészetről mond, lemondó nyilatkozatot, ha szabad így mondani, azért ő sem mondta föl haláláig csodálatos verseket alkotott, hogy a koromban káromkodó jelenleg mit használ valóan. Bizony használ. A régi szép slágerek, a most keletkező zene, most is a lelket borzoló, idegeket borzoló zene, és most is van harmónia, most is van szimfónia, készülnek ilyenek is. És a kortársaim is énekelnek népdalokat. Egy ősi lecsiszolt, szép formavilág a zenében, és ugyanez a formavilág jelenik meg Irénkénél is. A másik pedig, hogy ha végignézzük a festőnek, szobrászoknak, alkotóknak az életútját, nagyon sok szabálytalanságot találunk, hogy éveken keresztül nem is érdekli, mint például Gauguin, pénzügyi szakember volt, ha tetszik, finansz, és meg is mosolyogta a felesége galériáját, aztán egyszer jött egy olyan elindítás, hogy nekem festenem kell. És egy különleges posztimpresszionista festő lett belőle. A másik pedig, hogy Pirinszkitől megkérdezték egyszer, nem zavarja-e, hogy a kortársainak már vastag kötetei jelentek meg, neki pedig hát egy-két vékonyka kötete. És akkor azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy a madár mennyit csapkod a szárnyával, hanem milyen magasra repül. Irénke bizony, hát egész magasan repül, és egész magasról valójában egy különleges perspektívából adja át a világot, amit átélt, az anyaság hivatását, az alkotó munkát, a közösségi munkát, és ez mind önmaga, és ez mindre szüksége van. Mert aki nem akarja átadni akár a gondolatait, akár a tapasztalatait, akár valami szépet, az az ember bizony irigy és szomorú és elesett ember. És ahogyan a szemében annak a nagyon szép, megnyugtató szinkroniában egy-egy diszonáns részt is betesz az MSZ-hez, hogy valahol megkökkentsen, és az egész mégis csak feloldódik. És ha végignézik a kiállítást, akkor ennek a gyönyörű szinfóniának a megkökkentő befejezése, ez a két, ha úgy tetszik, abszolút egymással szemben, és egymással felelgetve a realista festészetre, felelgetve a kortársra, és adja a megkökkentő, ám de nagyon szép befejezést. Kérem, így nézzék meg. Köszönöm a figyelmüket.
voltak és készítettek. És egy csoportos képen is tudtuk. És egy csoport, és szeretnék volna egy csoportos képen. És amíg ide előre jönnek, addig elmondanám azt, hogy utóbbi időben sokat beszélgetnek arról, hogy átvezető, túloldal vezető hídról. Ez a híd annál szebb és annál hosszabb, minél értelmesebben és minél aggódóban telik el ez az út, amikor nyitott. Köszönöm mindenkinek. A megnyitó ülő része ezzel véget ért.